Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast új része. Én Láng Dávid vagyok, és Juhász Veronikával fogok beszélgetni, aki a Kutyapárt elnökségi tagja, második kerületi önkormányzati képviselője, ebben a minőségében szeretne újraindulni idén, valamint még az Európai Parlamenti listán is szerepel a harmadik helyen. Szia, Veronika! Szia, köszönöm, hogy beszélgetünk. Sziasztok, hallgatók! Kezdjük azzal, hogy hogyan lettél kutyapártos, és hogy merült fel benned öt évvel ezelőtt, amikor még csak alig néhány helyen indultunk, hogy te legyél az egyik képviselőjelölt? Hát valójában azért arra kellett rájönnöm, mint lehet, hogy sokan másoknak is, hogy én mindig is kutyapártos voltam. Eredetileg nekem a végzettségem az ugye a Zeneakadémián operaénekes szak, amit elvégeztem Hollandiában. Ez már jó régen volt. Előtte meg utcazenész voltam, sokáig gyerekkoromtól kezdve. Úgyhogy igazából az, hogy így a közösségben valamilyen üzeneteket megfogalmazzak, az már régebben is a munkám része volt. Csak aztán, amikor Magyarországra jöttem, ez volt olyan 9 évvel ezelőtt, akkor így megfordultak valahogy a prioritásom, és fontosabb volt az előadó művészetnek az a része, hogy a társadalmi üzenetekkel foglalkozzunk, és társadalmi jelenségekre, művészi eszközökkel adjunk valamilyen válaszokat, reakciókat, mint az, hogy felnálljak a színpadon és operát adjak elő. Bocsánat, még ezt a Magyarországra jöttemet bontsuk ki kicsit, hogy ezek szerint éltél külföldön. Igen, jó sokáig, Igazából pont a múltkor gondoltam bele, hogy körülbelül 10-10-10 évet töltöttem már el bizonyos dolgokkal. Először 10 évig voltam gyerekmunkás, tehát én ilyen 7-8 éves koromtól kezdve énekeltem az utcán, és az úgy kezdődött, hogy ilyen 8 éves korom körül apuki találta, hogy jó, akkor utazzuk be Stoppal Európát, és akkor konkrétan egy Zala-megyei kis faluból nem esetésből elindultunk, kiálltunk az utc szélére is, néhány nap alatt, nem is tudom, egy hét alatt eljutottunk a földközi tengerre, és akkor onnantól kezdve ez egy ilyen rendszeres életmódunká vált, hogy mindig főleg nyaranta, aztán már télen is, akkor már kicsit kellemetlenebb autostoppolni, de mi akkor is láttuk a sarat. Ezt hányan? Eleinte én voltam meg apu, aztán uh, utána sorba jöttek a tesóim is, mi így öten vagyunk testvérek, egy, egy fészekből vannak fél tesóim is, de öten vagyunk tesók, és konkrétan volt olyan, hogy így a legkisebbet a babakocsival toltuk az országút szélén, és úgy stoppoltunk. És megálltak? Meg, meg. Ezt egyébként régebben is sokan kérdezték, hogy de akkor mivel utaztatok ilyen lakókocsival, és képzeljétek, hogy nem, hanem leggyakrabban az ilyen nagyon tömött személyautók szoktak még minket is betömni oda magukhoz, mert egyrészt úgy látszik, hogy az emberek ezt egy ilyen külön kalandonak élték meg, hogy még egy magyar családot oda vagy beszuszakoljanak, másrészt meg nyilván meg akarták mutatni, hogy mi mindent tud az autójuk, nem tudom. De hogy föl szoktak minket venni, igen, Olaszországban, meg Spanyolországban viszonylag nehezebben, de mondjuk Svájc, Ausztria, Németország, Franciaország az úgy sokkal jobban ment, arra fele szerettünk is menni. És akkor az volt ugye a menetrend, hogy én énekeltem az utcán, és akkor abból jött a bevétel, tehát ilyen 18 éves koromig körülbelül ezzel így, így családfenntartó voltam végül is otthon. És akkor innen aztán Utrechtben, Hollandiában volt egy ilyen utcazenélős időszak, öt, kempingben laktunk, és akkor menetrendszerűen minden nap bejártam utcainek elni, és akkor ott találkoztunk valakivel, akinek a szülei aztán végül engem így befogadtak a házukba, és onnan kezdődött el az, hogy ösztöndiám lett, és elkezdtem járni ott az Akadémiára, Frieslandon, Hürdegerip nevű kis településen, és onnan a Hroningebe jártam be, aztán végül Maastrichtban végeztem el az Utána még, amikor elvégeztem, akkor két és fél évig Berlinben értem, és onnan jöttem haza Magyarországra. Miért? Ennek sok oka van, nem volt mind teljesen tudatos volt ilyen, hát így besokaltam sok mindentől, tehát ez az egész életmód, ez az egész uh, helytelni akarás ezen az opera piacon, azért az így nehéz volt, mellette nekem egyre hangosabbak lettek ezek a társadalmi ambícióim is, tehát így a szociális uh, dolgokkal foglalkozni, nem tudom, hajléktalanság, stb és akkor bekreselt a magánéletem is már több egyére, szóval sok minden. Nem laktam az előtt nagyvárosban sohasem, tehát ez is egy új élmény volt, hogy Berlint ott betörni. Nem tudom, az Alagútban dolgoztam egy büfében sokáig az Alexander Platz alatt a, a metróállomáson, és akkor mellette írtam mindig a jelentkezéseket az operakórusokba, és próbáltam ott mellette még koncertezni Lengyelországban és akkor egy ponton így kicsit így be is sokaltam, hogy egyébként mit keresek én itt külföldön, hát amikor fölébredek, és az az első pár másodperc, amíg öntudatodra ébredsz megint ott így megkérdeztem magamat, hogy ú, de várjál, ez mi ez a nyelv, amin én gondok, holland, magyar, német, mi, ú, de várjál, de hát én magyar vagyok, várjál már. És akkor hazajöttem egy koncert miatt, egyszer Budapestre, Békés Csabán volt a koncert, ahol énekeltem, és utána akkor így rám jött az, hogy én visszamenni, mert nem szeretnék. De akkor mi legyen? És akkor béreltünk egy kis lakást közösen az öcsémmel, ami nyilván jó olcsó volt, mert felesbe tudtuk kibérelni, ez egyébként az első kerületben volt a második kerület határán, a Battyány utcában. És akkor így itt ragadtam, és azt tudtam, hogy az éneklésből, a, az ilyen szabadúszó zenélésből nem fogok itt először megélni. Úgyhogy akkor meg az ütött be az a pánik, hogy oké, okay, de akkor mivel fog foglalkozni? És akkor először két dolog történt. A holland nyelvtudásomból úgy tűnt, hogy így nagyon jól meg tudok élni, mert az első beadtam egy ilyen fejvadász cégnek a szívimet, és akkor három hét alatt leakasztottak, és onnantól egy ilyen csodálatos multinacionális cégben voltam. Nem szélszes, hál' istennek, hanem <hül> ilyen support <hül> telefonos kisasszony, és közben meg rátaláltam a kutyapártra, mert a műsziben, a művészeti színben, akkoriban Budapesten elkezdtek akkor a gergőjék tartani ilyen klubokat. És az volt az első ilyen nagy robbanása a pártnak, akkoriban volt ez a TUTTA plakátkampány, amire ezt, tehát ezt az anti-antimigrációs kampányt felhúzta erre a kutyapárt azt hiszem valami 30 millió forintot adtak össze az emberek arra, hogy óriás plakátokban így reagáljanak a párt arra, hogy lehetséges, hogy nem kéne hűíteni az embereket, meg gyűlöletet kelteni, meg ijeszgetni őket azzal, hogy esetleg más kultúrából érkező emberekkel találkoznak. Nekem ez különösen vicces volt, ugye én akkor hát ex megélhetési migránsként érkeztem éppen vissza Magyarországra, és arra törekedtem, hogy a magyarok munkáját vehessem el. Tehát ez nem vicces volt ebben a kontextusban. De ott vonódtam aztán be így a plakát osztásba, a plakátodásba, a plakát lekaparásba. Ott ismerkedtem meg először ezzel, hogy így közéletileg közvetlenül akcióba lendüljünk. A kérdésnek még arra részére nem válaszoltál, hogy hogy alakult úgy, hogy öt évvel ezelőtt te voltál az egyik azon kevés képviselőjelöltnek, akit indítottunk a választáson. <laughs> Hát én emlékszem, hogy egy kutyapártos nyári táborban kérdezte a Gergő, hogy na fügyül nem akarsz te is így indulni, mert akkor most kompenzációs listáról kiszámoltuk, hogy akkor be lehet jutni, és hogy szerinte én így jó szervező lennék, meg ö, akkor már egy ideje csináltam szervezőként a kutyapártot, és én tökre emlékszem arra, hogy először azt mondtam neki, hogy te figyelj, én Tökre örülök, hogy megkérdeztél, de mi lenne a inkább a te kampányodat segítenénk, mert azért nem tudjuk, hogy mindenhol be fogunk eljutni, stb. És én aludtam egyet rá ott a táborban a sátorban, és másnap oda mentem a gergőz, és mondtam, hogy a fiú végig gondoltam. Szerintem, hogyha ez tényleg olyan dolog ez az önkormányzat, hogy így helyben közvetlenül a közvetlen környezetünkkel lehet úgy foglalkozni, és beleszólásom lehet azokba a dolgokba, hogy milyen stratégiák mentén történjen mondjuk egy kis településnek, a, vagy egy kerületnek, tehát egy kerületnyi településnek az igazgatása, akkor szerintem én, én szívesen vállalnám, hogy ebben részt vegyek. És akkor a Gergő is így örült, és így. Szóval ez egy ilyen eléggé ilyen, ilyen rám, rámutatásos ki, 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 magozós alapon történt akkor még Terjednek arról plecskák, hogy te vagy a párt gorillája. Meg tudod erősíteni ezt az értesülést? Ezt az értesülést, várjál ezt a politikusoktól tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom. De egyébként előfordulhat, igen, hogyha nagyon felidegesítenek, akkor gorillává változom. Mi történik ekkor? Az igazat megvalva szerintem lehet, hogy néha jobban lehet tőlem tartani akkor, amikor épp nem vagyok gorilla, <laughs> ahhoz képest, amikor gorilla vagyok. Hát nem, most mm, testületi üléseken nálunk a második kerületben viszonylag kultúrált és intelligens mederben zajlanak a viták, már ha vannak viták, mert viszonylag kevés teret enged azért az ilyen valódi mérlegelős, álláspont egyeztetős beszélgetéseknek a maga a képviselőtestületi ülés, tehát a nyilvános része, a, az önkormányzásnak, de azért ott elő szokott fordulni, hogy mondjuk kitartóan nem értek egyet valamivel, és én, vagy kérdésem van, mert szerintem még részletek hiányoznak ahhoz, hogy jó döntést lehessen hozni, és akkor annak azért szoktam volt hangot adni. Igen, és el tudom képzelni, hogy ez esetleg némely szemlélő számára ilyen, nem is tudom, akaratosnak, nyűsgősnek tűnhet. Én azt gondolom, hogy eleve az önkormányzásban, én amit megtapasztaltam eddig, viszonylag szokatlan, hogyha egy képviselő tényleg akar valamit. És most nem olyanra gondolok, hogy szeretnék egy új bőrfotelt az Audimra, hanem, hanem tényleg, hogy, nem tudom, egy szociális bérlakás rendszer az legyen kiszámítható és átlátható, legyen egy átlátható vagyonkoncepció, és akkor tudod, de ez azért így elég sok szöszmötölést kell a részletekkel végrehajtani, elég sok információt kell bekérni ahhoz, hogy mit tudom, mondjuk vannak-e más jó gyakorlatok erre, milyen állapotban vannak az ingatlanjaink, mi az, ami megéri, mi az, amit megéri felújítani, vagy inkább el kéne adni. Szóval rengeteg, rengeteg részlet van, és én igazából nagyon szeretek ezekkel szöszölni, mert kicsit ez már hasonlít arra, amit mondjuk egy opera rendező csinál. Tehát, hogy van egy terep, és ott ott vannak elhelyezkedései a szereplőknek, vannak prioritások, és akkor abból létre lehet hozni egy, egy, ilyen világot, ami történetesen az önkormányzásnál a valóság. Tehát ez kicsit olyan, mint a színház az így a valóságba csapná. Szóval nem olyan sokba különbözik igazából az opera karrier a képviselőségtől. Amellett, hogy a párt önkormányzati képviselője és alelnöke vagy a két farkú kutyanév főiskolának is az egyik főszervezőjeként tevékenykedsz. Hogyan indult ez a projekt, és honnan, hova ért el, amióta te felelsz érte? Magát a népfőiskolát azt nem én kezdtem el főszervezni, az még a bürgerzoliéknak a keze alatt volt egy ideig, és amikor én átvettem, akkor egyrészt kicsit újra gondoltam a lehetőségeit ennek a programnak. másrészt meg, hát, ö, meg sokszoroztam a, a az eseményeknek a számosságát, ö, meg arra is igyekeztem hangsúlyt helyezni, hogy legyen minél több önkéntes passzivista, aki ennek a szervezésében is részt vesz. Nyilván elég nagy a fluktuáció, ez, ez nem újdonság, meg azért elég sok egyéb munka mellett csinálom még ezt, szóval én vágyom arra, hogy erre majd nagyobb fókusz tudjon kerülni. De a lényeg az, hogy így ezek ingyenes, oktatási, beszélgetős foglalkozást megvalósító alkalmak, és alapvetően az a nagyon vonzó benne, hogy nagyjából bárki adhat elő, vagy bárki hozhat foglalkozást. Ez azt jelenti, hogy azért mondjuk ilyen, nem tudom, szélsőségesen kirekesztő nézeteket való embernek nem adunk ott ilyen kampányolási lehetőséget például, vagy hogyha. Mm, nagyon-nagyon nehézkesen megy az, hogy kitaláljuk, hogy pontosan miről szóljon egy előadás, kiknek lenne az jó, akkor van olyan most már az utóbbi időben, hogy kicsit így elvérzik ez a tárgyalás már az elején, de azért lényegében legtöbbször olyan emberek jelentkeznek, akiknek van valamilyen szakértelme, és a népfőiskolával platformot adunk arra, hogy ezt megosszák ingyenesen másokkal, és akkor ők így tesznek hozzá a mépítéséhez lehet padot felújítani, vagy négy szint festeni, de ez is egy módja annak, hogy hozzáadjunk a társadalmi építését. És amit még csináltam, az az, hogy, hogy rovatokba szerveztem ezt. Nekem nagyon fontos téma az, hogy a civilség, meg a politika, a civilség és a politizálásnak a hatásmesdjeit felkeressük, mert azt gondolom, hogy igazából a civilségnek óriási egy szerepe van abban, hogy a politikai kultúra az hogyan alakul, és mégis van egy nagyon erős óckodás a két irány között. És ezt is felkeressük sokszor a a népfőiskola előadásain, foglalkozásain. Aztán nyilván vannak olyan témák, amik a kutyapárthoz kötődnek, mondjuk a zöld kutya, környezetvédelmi tevékenységéhez, a social club szociális tevékenységeihez, a rendkívügyek minisztériuma, vagy a watchdog tevékenységekhez, szóval ez egy kicsit ilyen gyűjtője is a kutyapárt um, egyéb irányzatainak. És akkor vannak olyanok, amikor így helyben vagyunk, tehát Budapesten kívüli valamilyen kisközösségnek egy specifikumát, mit tudom én, egy példát mondok, a, egy mohácsi helytörténésszel a busójárást jártuk körül, Mohácson. A második kerületi önkormányzatba egyetlen tömbön kívüli képviselőként kerültél be 2019-ben. Mennyire volt nehéz dolgot, ha el akartál érni valamit, vagy akár csak látszódni szerettél volna? Én azt gondolom, hogy körülbelül olyan nehéz vagy könnyű dolgom volt, mint hogyha egy civil bejut egy önkormányzatba. És ilyen szempontból nagyon tanulságos az, amit én a négy és fél év alatt átéltem. Én ugye nem lettem frakciótömörülésnek tagja, tehát ilyen hivatalosan aláírt politikai lojalitási megállapodást nem kötöttem. Meg voltam erre hívva egyébként, tehát a jelenlegi vezetés, az őssi-gergely polgármestersége alatt vezetett koalíció, vagy a vezető koalíció, ők meghívtak engem erre és voltam is, kb. fél évig jártam ilyen frakció beszélgetésekre. Aztán utána jött az a pont, hogy ők is szerettek volna mindannyiukkal együtt egy ilyen megállapodást kötni, ami egy ilyen frakció alapító okirat lett volna. És hát én ott tényleg minden tiszteletem mellett megköszöntem a lehetőséget, de elmondtam, hogy én szeretnék ügyek mentén együttműködni, és hogy fél év telt el az önkormányzásunkból addig a pontig. Én szeretném látni, hogy egy év, két év, három év után ez az ügyekmenti együttműködés politikai megállapodás nélkül hogyan tud működni köztünk, és aztán nyilván újra lehetne nyitni ezt a kérdést, hogy mondjuk valamilyen politikai logókat összetevő megállapodás is le működhetne-e. Én azt gondolom, hogy így az első időszakban, hát leginkább őket kellene megkérdezni arról, hogy ők hogyan fogadták az én, én működésemet, de azt gondolom, hogy az első időszakban főleg így keresgéltük azt, hogy hogyan tudunk úgy viszonylag nyugalmas körülmények között a testületben működni, hogy én megtartom, mert én ez ragaszkodtam a, nem tudom, jogomat arra, hogy kérdezzek bármiről, nyilvánosan is kérdezzek, ugye elvileg ez a dolgom képviselőként. Ugyanakkor én magammal kötöttem egy olyan megállapodást, hogy viszonylag előre jelzem azt, hogyha látom, hogy mondjuk egy bizonyos előterjesztés se nem értek egyet, vagy mondjuk úgy nem értek egyet, hogy így nagyon nem megfelelnek gondolom, vagy hogyha módosítani szeretnék rajta, és ezért én mindig ezt levélben, meg találkozásokban is, meg telefonon is igyekeztem ezt jelezni. Hát ez nyilván egy nagyon nagy munkateher, egy plusz munkateher ahhoz képest, hogyha van egy tömb, mondjuk, és akkor tudod, hogy mit, milyen gombot kell nyomni, igent vagy nemet, és akkor nyomod a gombot. Tehát, hogy ehhez képest ez sokkal nagyobb munkateher, viszont én azt gondolom, hogy kapott egy kaptam egy lehetőséget arra, hogy én elképzeljem, hogy milyen az, amikor te kormányzol. Tehát milyen az, amikor nem csak leforrázol valakit ö, ott hirtelen készhelyzeteli állítva egy nyilvános testületi ülésen, ami nálunk egyébként közvetítve van a Facebookon, nem nagy nézettsége, de megadjuk azért valahogy ennek a, az elvi lehetőségét. Tehát, hogy nekem nem az volt a célom, hogy minden áron abból szerezek politikai pontokat, hogy ott kész tények állítok valakit. Na most nem mondom, hogy igazából úgy érzem, hogy kifizetődő volt ez a hát részemről egyfajta ilyen tiszteletadásból tett hozzáállás, mert azt gondolom, hogy lehet, ha, ha valóban hasonló irányokat képviselne a vezetés olyan szinten, mint ahogy mondjuk én azt elvárom magunktól kutyapártosként, ami az átláthatóságot, a kommunikációs esélyegyenlőséget, az információhoz való hozzáférést illeti, akkor szerintem jobban haladtunk volna ezekkel a, a, az ügyekkel, és ahhoz képest én azt látom, hogy az én prioritásaim sokkal inkább ebbe az egyenlősítő, szociokratikusabb irányba mutatnak, részvételi irányba, mint mondjuk a jelenlegi vezetésé, de ugyanakkor nagyon el tudom ismerni több oldalon az ő teljesítményüket, vagy a polgármester teljesítményét. Igen, pont ehhez kapcsolódik a kérdés, ami megkerülhetetlen, hogy mi a véleményed a kerületet vezető Ősi Gergely polgármesteri munkájáról? Igen, ez olyan értemben megkerülhetetlen, hogy, hogy az embereket általában érdekli, és én azt szoktam mindig mondani, hogy szerencsére ilyen nyitott ajtók policiét hirdeti a, az őrsi Gergő, úgyhogy én szerintem érdemes akkor vele felvenni a kapcsolatot, és mondjuk bemenni az irodájába, és megismerni őt személyesen, és akkor egyből kiderül, hogy mi legyen az embernek róla a véleménye. Aztán persze nyilván az, ami kívülről látszik az ő működéséből, meg az, amit én belülről látok önkormányzati képviselőként, meg az én elvárásaim, azért az nagyon tud különbözni. Tehát ezt, ezt, és ez mindenhol így van, szerintem. Én egy-két dolgot mindenképpen és azt tudom mondani, hogy becsülöm az ő működésében. Az egyik az például az, hogy én úgy látom, hogy nagyon nagy a helyismerete. Tehát azt a nem tudom, 17 évet, mert ő polgármester most, de azért előtte már, nem tudom, a gazdasági tulajdonosi, tehát a vagyoni bizottságnak volt az elnöke, meg korábban is képviselő volt, szóval, hogy ő azért már tanulta ezt a műfajt egy ideje. Hozzám velem szembe, aki besétáltam civilként a gyémán és akkor mindenre rácsodálkoztam, <laughs> ő azt az időt, azt szerintem tényleg azzal töltötte, hogy iszonyatosan megismerte a kerületet. Tehát tudja sok helyét a problémákat, de így lokálisan is, tehát hogy utcához, közösséghez köthetően. Én szerintem ez egy becsülendő dolog, ez kell ahhoz, hogy valaki egy jó polgármester legyen. Azt is elismerésként tudom mondani, hogy a lakosok azt jelzik vissza több fronton, hogy nagyon nagy változást élnek meg az előző ciklushoz képest a kommunikáció tekintetében. Tehát az a érzésük, hogy kapnak azért valamilyen válaszokat általában a megkereséseikre, hogy látható az, hogy a polgármester mit csinál. Nagyon sok ilyen nyilvános fogadóórát is tart, tehát hogy ezeket mindig főleg a Facebookon így nyomon lehet követni, és én megtapasztaltam azt a lakosok visszajelzéseiből, hogy ez nekik fontos, és hogy ők ebben változást éreznek. Úgyhogy szerintem ez is egy, egy jó dolog. Amit még szintén én tudok becsülni, és e tekintetben azt gondolom, hogy hasonlítunk is viszonylag egymásra, hogy nagyon sok ilyen brainstorming alapú, kreatív, meg ilyen közösségi érzetű dologban ő így szívesen részt vesz, vagy szívesen kezdeményez is akár. Meg úgy vettem észre, hogy nagyon, hogy is mondjam ezt szépen, szóval hogy a, a saját ilyen ötletei is nagyon jól állnak neki, de a mások ötletei is nagyon jól gazdálkodik, a, nagyon jól gazdálkodik mások ötleteivel is. Ö, igen, szóval szerintem ezek mind pozitív dolgok. Én látok nagyon nagy különbségeket is köztünk, és látom annak a létjogosultságát és a fontosságát, hogy kutyapártos képviselő is legyen egy ilyen kerületben is, ahol ugye a Fideszes vezetés leváltotta egy országos ellenzéki koalíció, mert azt gondolom, hogy például az a fajta kommunikáció, ami zajlik, néha én Tovább mennék a tartalom és a tájékoztatás tekintetében azon, hogy mondjuk nagyon szépek a virágok, meg tehát egy ilyen, lehet az önkormányzat meg a polgármesterséget egy ilyen kertészeti és vadaskert merülje cuki is mentünk, stb. de ezek mind nagyon jó dolgok, csak hogy én az arányokat lehet, hogy kicsit máshova tenném. Tehát, hogy az önkormányzást azt lehet, hogy egy ilyen vadaskert meg kertészeti beruházáson túl is lehetne mondjuk a, nem tudom, a lakosok közéletbe való bevonására is még inkább Eszközként használni, és ezek inkább az én prioritásaim. Tehát, hogy engem érdekel az, hogy egy vagyonhasznosítási koncepció az van-e átlátható-e, társadalmasította-e. Hogy van-e egy olyan részvételi költségvetésünk vagy részvételi irodánk, ahol az emberek Tanulhatnak élményszerűen arról, hogy az önkormányzatok hogy működik, mi mennyibe kerül, mekkora összegből gazdálkodik az önkormányzat, ők milyen hangsúlyokat fektetnének arra, hogy most a szociális ellátást, a környezetvédelmi feladatokat, a nem tudom, infrastruktúrafejlesztést, a forgalomszabályozást, ezekre a feladatokra milyen arányban költsön egy adott évben a kerület. És ezekre a dolgokra szerintem lehet, hogy most a mai magyar társadalomban egy sokkal kisebb réteg fogékony már, tehát sokkal, egy sokkal kisebb magcsoportnak szól az, amit én képviselek, de én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy eléggé határozott vízió, és azok az emberek, akik ezt, akik a saját szerepüket állampolgárként így látják, azoknak határozottan igénye, hogy erre építsünk. Tehát, hogy ebben én például egy nagy különbséget látok. Ott is látok különbséget, hogy mondjuk a civil szervezetekkel hogyan alakítunk ki partnerségeket. Tehát én egy kicsit azt látom, hogy azért azt a hagyományt, ami a politikában Magyarországon jellemző, hogy az én civilem vagy a te civiled alapon ö, választjuk ki azt, hogy kihez közeledünk, kihez nem. Azt szerintem tévút. Én azt gondolom, hogy egy átlátható, átfogó civil stratégiára lenne szükség, ahol eldöntjük azt, hogy kik azok a civil szervezetek, akik mondjuk már feladatellátási szinten vesznek részt a, a közszolgáltatásban, és kik azok, akiknek mondjuk érdemes megnyitni új pályázati forrásokat, és akkor ők versenyző pályázóként kerülnek be. Ugyanígy van mondjuk az egyházi szervezetek és a civil szervezetek közötti szerintem nagy aránytalanságban. A civil szervezeteknek nem adunk működési támogatást, az egyházi szervezetek pályázaton kívül az egyházügyi tanácsnok javaslatára kaphatnak olyan ö, forrásokat, ami ö, mondjuk az ő vagyonfelhalmozásukat vagy vagyonfejlesztésüket is szolgálja. Ugye a civil szervezeteknek nincsenek is ingatlanjaik, de az a, azok az ingatlanok, amiket fejlesztenek adott esetben az, az egyházi szervezetek az önkormányzati támogatására, az nem az önkormányzat ingatlan. Szóval van egy csomó olyan részlet, meg egy csomó olyan feladat még, ahol az önkormányzat öm, szerintem egy ilyen közösségib egy bevonó önkormányzást csinálhatna. Ami szerintem az ősigergő jó, az az, hogy a szolgáltató önkormányzatot, meg egyfajta ilyen házmesterséget, azt ő nagyon erősen képviseli. Én nekem ennél sokkal magasabb igényeim vannak a, abból a szempontból is, hogy az önkormányzatiságnak a túléléséhez kell az, hogy a lakosok értsék, hogy az önkormányzat mondjuk néha akár veszélyben is van, és hogy ez rajtuk is múlik. Most akkor menjünk végig egyenként azon, hogy mik azok az eredményeid, amelyekre a legbüszkébb vagy az elmúlt négy és fél éves képviselői munkádból. Hát a legbüszkébb. Hát, aminek nagyon örülök, most, most pont az elmúlt napokban foglaltam így össze öt fő ilyen programpontot egyébként. Az egyik, hogy sikeresen alapítottam és kidolgoztam egy pályázatot, ez a Csináld Magad társadalom pályázat, ami a lakosoknak szól. Tehát nem volt még olyan a kerületben, a második kerületben, hogy közvetlenül magánszemélyek kaptak pénzt arra, hogy valamilyen közösségi rendezvényt szervezzenek. Ez is megint azt a kutyapártos célt, jeleníti meg, hogy szerveződjenek az emberek, és alakítsák a, a lakókörnyezetüket. Ez sikerült például. Ez már legalább másfél éves vajudás volt, de abban a COVID is beleszólt persze. De az is azért egy nagy Akadály volt, ami át kellett lendülni, hogy az, hogy ezt mondjuk előfinanszírozással csinálja az önkormányzat, azért ez egy nagy szó. Tehát az, hogy ott a hivatal ezt elfogadta, hogy erre kidolgoz egy folyamatot, hogy ezt hogyan fogja ő adminisztrálni, meg a bizottsággal hogyan fogjuk eldönteni, hogy melyik pályázat érdemes a, a támogatásra, azért én meg tudom érteni, hogy abban nagy nagy rizikók is voltak, és, és ezt bevállalták. Szóval ez szerintem mindenképpen akár még önkormányzatiság szempontjából is egy nagy siker. Aztán egy másik ilyen programom, az a társasház túlélő program névre keresztelt, ez egy szakmai program. A társasházak ügyével azt gondolom, hogy az önkormányzat is fontos, hogy többet foglalkozzon. A társasházi törvény az nem nagyon enged mozgásteret az önkormányzatoknak ebben, de pont ezért programokkal, szolgáltatással, lehet ezen segíteni. Itt az én programomban mediáció, tehát közösségi mediáció, társasházjogi ismeretterjesztés és mentorálás, közösségfejlesztés, közösségi lakatás, szakértelem és professzionális házkezelés, információi az, amivel foglalkoztunk, és amit egy csomagként tudunk odaadni az embereknek. És itt is megint nagyon fontos volt, hogy olyan közösségi műhelyeken keresztül dolgoztuk ki a programnak az elemeit, ahol a maguk a társaság vettek részt ezt én leírtam egy, egy, átfogó programjavaslatban is, és most az idei költségvetésben, 2024. februárjában alkottuk a költségvetést, javasoltam is, hogy fogadja be az önkormányzat, és akkor a hivatal illetékeseivel lehetett volna ezt a programot megvalósítani. Ez sajnos még nem sikerült, úgyhogy bár a pilot az készen áll, meg a szakértők készen állnak, a program javaslat készen áll, most még az önkormányzaton a sor, hogy ezt a saját képére formálja, és akkor befogadja valamilyen formában. Az igény az tényleg van, tehát minden oldalról. Tehát olyan lakossági bejelentéseket kapok, hogy váltsam már le a közös képviselőt. Ami nyilván nem lehet, meg a hivatalnak se az a dolga, hogy váltsa le a közös képviselőt, de az, hogy a közösségi döntéshozatalt, meg egyfajta etikus közös képviseletet fejleszünk, arra szerintem abszolút vannak eszközei az önkormányzatnak, és ezt meg is mutatta ez a program. Ami nekem még nagyon fontos volt, az a civiladó 1% felajánlásra olyan figyelemfelhívó kampányok, hogy a, akár a helyi szervezeteknek a ö, javára felajánlják az emberek az adójuk egy százalékát. Ez nagyon jól sikerült ez a javaslatom, mert megszavazta az egész testület, és a polgármester is annyira felkarolta, hogy most már például óriás plakáton is hirdeti a saját kampányában, úgyhogy ez, ez azt remélem, hogy tényleg nagy elérésre tett szert. Még érdemes ezt rendezvényekkel, meg mondjuk egy ilyen civil rovattal kiegészíteni a honlapon, hogy könnyebben megismerjék az emberek, hogy milyen civil szervezetek vannak egyáltalán a kerületben. Szóval ezen is lehet még dolgozni, de szerintem ez, ez is jól sikerült. Aztán a második kerületben rendeletileg tilos közterületen utca zenélni. és én ezt szerettem volna megváltoztatni. És bár a rendelet módosító javaslatomat leszavazta a testület többsége, nem, vegyes szavazás volt, de, de nem kapta meg a többséget. Viszont azt elértem, hogy a Zenevilágnapját világnapját, október 1 azt ünnepeljük meg utcazenészekkel, és akkor intéztünk egy felhívást a lakosok felé is, hogy befoglalhatnak ilyen zenepontokat, néhány helyszínt, és ott utcazenével örvendeztethetik meg a lakosokat, úgyhogy így valami ilyen irányba elindultunk, de ezzel is még van munka. Aztán annak is nagyon örülök egyébként, hogy megszavazta a testület, hogy a meghívásos közbeszerzéseket nem fogunk indítani a kerületben, illetve egy olyan minimális polgármesteri módosítóval, hogy csak a legszükségesebb esetben. De ugye ez is szerintem egy jó lépés, az integritás hatóság irányelveivel is konform. A főapát ügyet mindenképpen említsük meg ezen a ponton nem kimondottan önkormányzati tevékenység, tehát ezt bármelyik civil is megtehette volna, de amikor módosították az egyház törvényt, valamikor februárban, erre már nem emlékszem pontosan, akkor az egyház törvény úgy módosult, hogyha bejelentkezik egy egyház felekezet valamilyen önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanért, ami ő már tevékenységet folytat, akkor ezt ingyenesen a tulajdont, át kell adni az ő javára szeptember 1 <laughs> szóval, hogy azért ez, ez elég durva is, hogy a másik kerület érintett volt, mert az ökumenikus hidegkuti ökumenikus iskolának az épülete, az ingatlanja, az egy 1,6 milliárd forint értékű ingatlan. Azt át kellett volna adjuk, mert bejelentkezett hivatalos levélben ezért a főapát. És akkor erről volt testületi ülésünk valamikor a nyáron, de még a nyár eleje felé, és én már akkor próbáltam hívogatni a panonalmi titkárságot, hogy valamilyen életékessel szeretnék beszélni, hogy szerintem ez nem biztos, hogy egy jó, jó ötlet is, hogy itt pánikolunk. Akkor nem értem őket el, de már akkor is javasoltam a testületnek, hogy, ezt, hogy erre mondjuk azt, hogy nem. Tehát, hogy nem adjuk oda. Csak az a baj, hogyha nem adod oda, mivel ez egy törvény, akkor valamelyik fél törvényen kívüli ex-lex állapotba fog kerülni. Tehát vagy mi sértünk törvényt, vagy ők, szóval zűrös dolog az egész. És akkor az történt, hogy mivel szeptember 1 -e volt a határidő, és én egy augusztus 20-a környékén még mindig nem kaptam információt arról, hogy jelentkezette a főapát, hogy akkor esetleg visszalépett mi írtunk-e levelet, mi volt abban a levélben, és hogyha a hivatal nekem erről nem tud információt adni, tíz nappal azelőtt hogy egy több mint másfél milliárd forint értékű ingatlant át kell adnunk ingyenesen, akkor én nem tudok önkormányzati képviselőként csak ülni a seggemen, és azt gondolni, hogy hát majd biztos megoldják. Ezért én fogtam magam, és augusztus 22-én elutaztam panonhalmára, és bementem a recepcióra, és mondtam, hogy a főapáttal szeretnék beszélni, mert hogy ez van, ingatlan, meg minden. És akkor így, hát így megélettődve néztek, meg nem, nem tudták, hogy kit kéne akkor kérniük, hogy akkor beszéljen velem, és akkor kérdezték, hogy a Dávid atya, jó lesz, mondom, hogy bárki, de hogy én a fő, akkor majd ő biztos bevisz a főapáthoz. Jó, és akkor jöttek az oktatásügyi, hú, most nem emlékszem pontosan az oktatási igazgatóságtól, azt hiszem, a Hardi meg egy, egy kollégája, és akkor először velük beszélgettem egy órát nagyjából, hogy mit szeretnék, és akkor ott hát érvelgettünk jobbra-balra, ők mondtak dolgokat, hogy hát nyilván nem ők a döntéshozók, tehát ott tényleg csak érveltünk végül is, hogy de hát, hogy azért jó kézben lenne a, a, náluk is, mert hogy eddig is jó munkát végeztek, mondtam, hogy ezt nem is állítom, hogy nem, de hogy a tulajdont, mivel jár az, hogyha a köztulajdon átkerül egy egyház kezébe. Ugye a legnagyobb probléma az, hogy a köztulajdont a köz valamilyen módon menedzseli, illetve nem is menedzseli, hanem rálátása lehet a képviselőtestület által például, hogy mi történik azzal a vagyonnal. Ha ez átkerül az egyházhoz, akkor ez az érintettség, ez megszűnik. Az egyháznak nincsen olyan kötelezettsége, hogy a köz számára tájékoztatást nyújtson arra, hogy mi történik az ingatlanna. És ezért én próbáltam javasolni, hogy inkább kössünk egy olyan megállapodást, amiben az ő aggályokat is el tudjuk oszlatni, hogyha nem tudom, pályázni szeretnének valamire, akkor mi nyilván mindig nyitottak leszünk arra, hogy az ingatlant akkor rendelkezésre bocsátjuk, és a többi de hogy ne a tulajdont. És akkor végül úgy mentünk el, hogy oké, okay, ők nem tudnak feltétlenül segíteni, de átadják majd a főapát. És mondtam, hogy tudom, hogy a főapát itt van az épületben, mert hogy értekezetem volt, én megvárom. És akkor egyszer csak fölhívtak, hogy hát akkor ő mondta, hogy bemeltek a főapáthoz. És akkor ott 45 perc alatt nagyjából ugyanezt az oda-vissza érvelést lefolytattuk, és én ott tudtam meg, hogy igazából a panonami fölpácsek sehol nem jelentkezett be erre az ingatlanra, őket erre megkérték itt, tehát egy javaslatot tett a néhaj Csere István képviselő, aki azt hiszem kdnp képviselő volt, ő elhunyt nem régiben, és aki ennek az iskának az igazgatója is volt, és hogy egyébként ők tökre nyitottak arra, hogy egy másfajta megállapodás szülessen. És én úgy mentem ezzel haza, hogy jó, akkor a polgármester hivatalt, a tájékoztatom meg a iskolai igazgatóval is felveszem ezzel kapcsolatban a kapcsolatot. És hát végül az lett a dolognak a vége, hogy a polgármester tárgyalta a főapáttal, és, és megegyeztek, vagyis megegyeztünk. Volt még ott egy olyan érdekesség, hogy minthogyha, és ezt többször is tapasztaltam az Ősi ergőnél, hogy mintha egyfajta ilyen rivalizálássá fajult volna kicsit ez a kérdés, hogy én, hogy én miért, miért megyek oda a főapáthoz, és miért tárgyalok úgymond erről. Én nyilván nem tudok az önkormányzat nevében tárgyalni, ezt nem is állítottam sehol, viszont képviselői felelősségemnek éreztem, hogy ezt meglépjem. És mennyire érzed ezt az egész a személyes sikerednek? Én azt gondolom, hogy hozzájárultam ehhez, de aminek leginkább örülök az, hogy ezt az egész történetet én leírtam. Én ezt a történetet úgy írtam le, ahogy történt. Ezt a történetet nagyjából egy héttel a végdátum előtt olvashatták az emberek, tehát mielőtt a szeptember 1 következett volna. Azelőtt február óta, amikor már tudtuk, hogy volt ez a törvénymódosítás, semmilyen kommunikáció nem volt arról a közösség felé, hogy egyáltalán ez a veszély, vagy ez az esetőség fennáll. Szerintem ez egy nagy hiba, mert ez megint arra mutat rá, hogy ez egy nagy horderei ügy. Ez nem a körúti virágültetésről, meg a kiskacsamentésről szól, azok nagyon-nagyon jó dolgok, de hogy ilyen horderejű témákban nagyon fontos bevonni a lakosságot, mert ez a valódi önkormányzásban az ő részvételük. Ha nem is tudják, ha nem is gondolkodunk közösen arról, hogy mit jelent az, hogy ekkora értékű a bír a köz, és hogy ezt, ennek a kontrollját elveszíteni, Jogilag az mit jelent számára, akkor nem is tudja mérlegelni, hogy neki erről mi a véleménye. Szóval én ezért gondolom, hogy most nem akarok én egyáltalán azon versenyezni, hogy hipotetikusan se én értem ezt el, vagy az ősigergő. Én azt gondolom, hogy ezzel a lépéssel hozzátettem. Azzal is hozzátettem, hogy bárki megteheti azt, hogyha úgy gondolja, hogy védenie kell az ő jogait, az ő életterét, akkor oda megy és beszél az illetékessel. Szerintem sokkal többször kellene ilyen lépésre elszállnunk magunkat, és sokkal többször kellene megosztanunk egymással, ha, ha sikerre járunk. Nagyon békés, nagyon konstruktív beszélgetésem, vitám volt a főapát úrral, annak ellenére, hogy hát sok mindenben nem értettünk először egyet, tehát meg kellett győznöm. Miért szeretnéd folytatni a következő ciklusban képviselőként? Egyrészt azért, mert úgy látszik, hogy kisebbségből is érdemes dolgozni szociális, közösségi ügyekért. Ezt azt hiszem, hogy a, az eredményeimmel így bebizonyítottam. Azért is szeretném folytatni, mert én hangsúlyosan az országos politikai hatásokat is feladatomnak érzem figyelemmel kísérni, és erről tájékoztatni a lakosságot és bevonni őket. Ezt azt hiszem, hogy elhanyagolja a jelenlegi vezetés, és azt hiszem, hogy én tudom támogatni a jelenlegi vezetést abban, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektessünk, és én ebben szeretnék együttműködni. Azért is fontos, mert van egy csomó dolog, amit azért még nem sikerült elérni. Tehát itt, amiket meséltem a programról is, abban azért van még nagyon sok feladat, és ehhez abszolút kell az, hogy én ott tudjak lenni, kérdezni tudjak, nyüzsögni tudjak ügyeken, közvetíteni tudjak. Szóval ezt nagyon szívesen folytatnám, igen. Az önkormányzati választás mellett az Európai Parlamenti listán is szerepelsz a harmadik helyen. Ide miért jelentkeztél, és amennyiben esetleg megválasztanak, akkor mind dolgoznál az Európai Parlamentben? Hát ha bejutok, akkor nekem az első dolgom lesz, hogy létrehozok egy olyan bizottságot, ami csak és kizárólag a Budapest második kerület érdekeivel fog foglalkozni. Ez nyilvánvaló, főleg azért, mert hogy mind a két pozícióra elindultam, úgyhogy nem is mondhatnék mást. Üm, figyelj, igazából én azt gondolom, hogy tudok meríteni az önkormányzati közigazgatásban szerzett tapasztalataimból. Ez nekem nyilván újdonság volt, tehát én ezt útközben tanultam meg. Nem voltam hivatásos politikus ezelőtt. Azt gondolom, hogy ez az emberközelség, meg hogy a konkrét ügyekkel részleteiben foglalkozni, en, ebben az EU erre az EU-ban is nagy szükség van, mert a nagy EU szkepticizmus meg apátia egyik okozója az, hogy nem talál jó módszereket az EU arra, hogy kellően bevonja az embereket, és megértesse velük, hogy miért fontos, hogy ők alakítsák azt, hogy milyen lesz az Európai Unió. Tehát én itt nem egy liberális, vagy baloldali, vagy nem baloldali irányt szeretnék választani és propagálni, hanem azt szeretném, hogy lássuk az árnyalatokat, és Közvetlenül vonjuk be az embereket. Ezt a legjobban szerintem egy önkormányzati terepen lehet megtanulni. Az ügyek, amikkel foglalkoznék, hogyha megkapom erre az esélyt, az is mind olyan ügy, amivel önkormányzati képviselőként találkoztam. Például lakhatási minimum programok kidolgozásában szerintem az Európai Uniónak lehet szerepe. Tehát az, hogy Magyarországon négyszer-ötször kevesebb ingatlan, Lakóingatlan van közkézen, mint mondjuk a nyugat-európai régiókban, az szerintem például egy figyelemre méltó aránytalanság, és ezzel lehet közösen dolgozni. Az, hogy a natura 2000-es területek, amiben szintén érintett a második kerület is, volt olyan ügyem is, ahol közreműködtem abban, és hatásom volt arra, hogy ne úgy és ne ott épüljön meg egy bizonyos beruházás, hogy az annyira ártson ennek a Natura 2000-es teleknek, mint ahogyan az eredeti állapot volt, vagy lett volna. Az egy európai ökológiai hálózat, tehát annak a védelme az, hogy helyi szinten hogy van megágyazva ennek, és a nagy európai gépezet hogyan tud visszacsatolni ennek a védelmére, az is egy jó ilyen összekapcsoló feladat. A mentális egészség kérdései érdekelnek még kimondottan, és a szociális és lakatási területen még a hajléktalanság kérdései, tehát mondjuk olyan módszerek, mint az elsőként lakatás, amit szintén én vezettem be itt a második kerületben programként, gondolatként, az utcáról lakásba egyesület konkrét programját felkarolva. Az is egy Európai Unióban már ismeretes és támogatott, ösztönzött módszer. Itt nálunk Magyarországon még nem annyira ismeretes. Ezek lennének így a főbb irányok második kerületi csapattal terveztek esetleg még a képviselői munkádon túlmutató hagyományosabb utcai akciókat a közeljövőben? Hát előfordulhat, hogy felújítunk még egy-két padot. <laughs> Igazából most, most ez egy annyiból egy kicsit ilyen idegesítőbb időszak ez a kampányidőszak, hogy, most arra törekszünk, hogy megfogalmazzuk azt a rengeteg mindent, meg összefoglaljuk, ami az elmúlt négy és fél évben történt, és aztán ezt a lehető legjobb módon megmutassuk az embereknek. Tehát most inkább ezzel vagyunk ki nagyon elfoglalva. Kicsit én a saját kampányfőnököm is vagyok, mert van egy nagyon jó csapatom, de hogy azért a munka mennyisége messze túlnő rajtunk, tehát mindenkinek jól oda kell tennie magát. Tehát itt azért az, hogy megfogalmazzuk a választási honlap tartalmát, hogy a plakátok hogyan nézzenek ki, hogy megtaláljuk a szlogenjeinket, hogy találkozzunk az állampolgárokkal, hogy ne csak online, de offline is találkozunk. Szóval azért ez, ez viszonylag de leköti így most az energiáinkat, és hát nem a legbővebb erőforrásokkal rendelkezünk erre, de ez most nem panaszkodásként mondom, csak azt mondom, hogy egy picit a fókusz most erre terelődött, a kettőt egyszerre is lehet csinálni. Tehát abszolút már, már, tartottunk olyan találkozókat, ahol a lakosok javaslatait, véleményét kértünk, amikor pultoztunk, már az aláírásgyűjtésnél véleményeket és javaslatokat kértünk, úgyhogy igazából több melót csinálok magamnak ezzel a kampányolással, lakossági bejelentések formájában, mint hogyha csak ülnék otthon és nyomkodnám a Facebookot. De, de tervezünk például június 5-én egy szabadtéri, kültéri rendezvényt, valószínűleg a Frankel Leo útnál, ott nem akarom mondani a cég nevét, hogy mondjam. Tehát a Frankel Leo út és a Margit körút találkozásánál, ahol a szökőkút van, ott lesz az egyik fő pontunk, meg a Zsigmond téren de elő fogunk fordulni ilyen pop-up kampányként a kutyipontoknál, ahol a társasházakkal kapcsolatban, meg az önkormányzat kapcsolatban ilyen játékokat is szervezünk, illetve már most is zajlik a pultozás, tehát egy második kerület térképen gyűjtik a jelölt társaim a javaslatokat, bejelentéseket a pultnál. Köszi, hogy itt voltál, és sok sikert a kampányhoz, illetve utána majd remélhetőleg az újbóli mandátumothoz. Köszönöm szépen én is, nektek is sok sikert. Ez volt az utolsó rész a Kutyinfo podcastből, ami a választások előtt megjelenik, tehát nevezhetjük tulajdonképpen évadzárónak is. Az összes jelöltünk nagyjából felét tudtuk bemutatni, ami végül is nem rossz szám, de nyilvánvalóan szeretnénk, hogyha mindenkire sor kerülne, már mint megválasztott képviselők, tehát egy rövid nyári szünet után, valamikor nyár végén, ősz folytatni fogjuk azokkal is, akiket sikerült bekválasztani, és bekerültek a testületbe, valamint egyéb műsorötleteink is vannak, úgyhogy maradjatok mindenképp velünk, köszönjük, hogy eddig hallgatatok bennünket, és innen folytatjuk.